Köszöntöm Önöket, ez itt a Köztér, mai adásunk középpontjában pedig a Székesfehérvári egyes számú lakás fenntartó szövetkezet. 3 héttel ezelőtt itt a stúdióban említettük Önöknek, hogy meghívjuk ide a szövetkezet vezetőségét. Én sok szeretettel köszöntöm Herceg József elnök urat, valamint Farkas Béla ügyvezető urat. Köszönöm, hogy itt vannak, és köszönöm Herceg úrnak, hogy első szóra elfogadták a meghívásunkat. Én is köszönöm. Köszönjük szépen. Több minden szóba került itt már a köztérben, és most ugye egy olyan időszak van, hogy a tagértekezletek zajlanak. A tagértekezletek kapcsán milyen témák merültek fel, milyen tapasztalatról tudnak beszámolni? Igen, megvoltak a tagértekezletek. Mind a 8 körzetben szerettem volna részt venni, egy kis betegség miatt 5-ben részt vettem, 3-ban nem tudtam. Sajnos továbbra is elég gyenge a megjelenés. Az idén 4,41% volt a tagoknak a megjelenése. És hát, hogy úgy mondjam, egy kis incidens is előfordult azért, például az én közvetemben, az egyesbe. Félbeszakadt, mondjam úgy, hogy félbeszakadt a taggyűlés. Meghatalmazásos dolog történt. Én nagyon bízom benne, hogy ezt a lakóknak nem így kellett volna, tehát az a vélemény, hogy nem így kellett volna kezelni ezt a dolgot, de az első hozzászóló, ő maximálisan dicsérte a szövetkezetet, egyetértett a munkájával, mindig azt mondta, hogy csak segítőkészek vagyunk, és második jelenkezett az a tag, aki meghatalmazása volt jelen, és hát szokásos, mindjárt a második mondata a közösségi megbízottal kapcsolatos volt. Ő akkor már fölállt, hogy nem, de még a néhány mondatot mondott, és akkor abban a pillanatban a szövetkezet következett, és a lakók ezt nem nézték jó szemmel, sajnos fölálltak, és szép lassan elmentek. Én annyit próbáltam mondani, hogy próbáljuk meghallgatni az illetőt, hogy mit szeretne mondani, de nem tudtam visszatartani őket. Még egy lakó, egy férfi hozzászólt, ugyanis szó volt ez tagértekezleteken az elektromosságról, mert a szövetkezetnél ugye voltak a felújítások, de most az elektromosság az egyik kulcskérdés, és az idén a szövetkezetnek kellett ezzel foglalkozni. Erről szerettük volna első lépésként tájékoztatni a tagokat, hogy kívánjuk ezt elindítani. De sajnos nem lehetett érteni a szót, akkor volt a hangzavar, és pillanatok alatt 3-4-en maradtunk a terembe. A többi körzetnél is elmondható, nagyon kicsi volt a létszám, de a hozzászólások is nagyon vegyesek voltak. Igaz, hogy volt egy-néhány olyan hozzászólás, akik nem értenek úgy, mint egyet a szövetkezet munkájával, de voltak pozitívak is, és ha a képet nézem, akkor meglehetősen vegyes a kép, de a célját azt kell, hogy mondjam, nem ért el olyan értelemben a taggyűlés, mert a végén vita és nem egyetértés volt a tagok között. Ugye korábban önnel is beszéltünk erről, meg még talán Farkas úrral is szóba került, hogy hogyan lehetne mozgósítani a tagokat, hiszen azért az mindenkinek az érdeke, vagy fontos lenne mindenképpen, hogy ugye a szövetkezeti tagok ezeken az értekezleteken tájékozódjanak, hiszen végül is az ő közös tulajdonukról van szó. Erre van-e már valami elképzelésük vagy megoldásuk, hiszen azért csak az lenne jó, hogyha mindenki tisztán látná, hogy mi hogy történik, hiszen az ő érdeke is, a lakók érdeke ez talán. Igen, hát ha az egyes körzetet nézem, ott többen azt mondták másnap, 1-2-3 óra rá, hogy az iskola, van a felújítás az úton, és az iskola megközelítése meglehetősen nehéz volt, és ez pláne nyugdíjasok, idősebbek, hogy nem tudtak bejönni. Néhányan betegek voltak, és nem tudták, hogy szó lesz az elektromosságról, mert én azt mondtam, hogy abban az időben, amikor ugye itt ezen a helyen mondtam, hogy 10-11%, igen, ez volt 10-12 évvel ezelőtt, amikor a felújítás volt, azóta esett vissza, de biztos vagyok benne, hogy most, hogy az elektromosság elkezdtünk foglalkozni, hogy biztos vagyok benne, hogy sokkal nagyobb lesz az érdeklődés, már így is, ahogy az előbb említettem, hogy hétfőn volt ez a taggyűlés, kedden, szerdán, már rengeteg telefont kaptam, hogy
hogy mikor kezdjük, hogy akarjuk, mert érdekli a lakosságot. Innen folytatjuk mindjárt, csak közben a kollégáim jelzik, hogy Kis Tibor van a vonalban. Köszöntöm, ez itt a Köztér, várjuk a kérdését. Jó estét kívánok, köszöntöm a Fehérvár televízió nézőit. Egy kicsit halkítsa le a televízió készülékét. Lehalkítottam, de ezek szerint mégsem. Teljesen le van halkítva, nullán van a televízió, úgyhogy mindig gerjed. Azt nem tudom, hogy miért. Jó, tudom, ez egy ilyen kis technikai malőr, de várjuk a kérdését. Igen, akkor kérdések. Jó, jelen pillanatban ugye a Magyarországon kétfajta lehetőség van a többlakásos épületek törvényes működtetésére. Az egyik ugye a szövetkezet, a másik a társasházi megoldás. A kérdésem az, hogy hogyan segített az elmúlt időszakban a kormányzat, illetve a parlament a lakásszövetkezetek működését, hiszen ugye rendszeresen problémák merülnek fel ezzel kapcsolatosan. A másik, ehhez kapcsolódóan, ugye az embereknek jelentő a demokráciában a joguk megvan az önálló gondolkodásra, azonban a szövetkezet működését szigorú törvények írják elő, amit a szövetkezetnek, az igazgatóságnak, és hát ugye mindenkinek be kell tartani. A kérdésem az, hogy azok az emberek, akik egy picit másképpen gondolkodnak és másképp vettek ezek a dolgokat, hogy hogyan vettek, vagy részt vettek egyáltalán olyan jellegű oktatásokon, amelyet egyébként a polgármester is támogat, hogy sikerüljön közös megoldást, közös gondolatokat kialakítani. Köszönöm szépen a segítséget. Köszönjük szépen. Köszönjük. Nos, akkor két kérdést is megfogalmazott, ugye Tibor, nem tudom, hogy melyikük tud rá válaszolni. Tisztelettel köszöntöm a nézőket, akkor erre megpróbálok én válaszolni. Már csak azért is, mert én a Országos Szövetségnek tisztségviselője vagyok, és ebbe a törvény előkészítési alkotási folyamatban rendszeresen részt veszünk. Országos szinten a tagszervezetek, a megyei szövetségek javaslatokkal mennek a szövetkezeti tagoktól, illetve a működő lakásszövetkezetektől javaslatokkal mennek a Országos Szövetséghez. Ebből egy törvényváltoztatási csomagot állítottunk össze, ezt eljuttattuk a megfelelő szervekhez, megtárgyalásra kerültek. Tény és való, hogy a sok javaslatból nagyon kevéssel találkoztunk újból, viszont azt meg kell hagyni, hogy amit az Országos Szövetségnek el sikerült érni, az tulajdonképpen a mi életünket egy kicsit könnyebbé teszi. Hát gondolok itt az ÁFA helyzetre, ugye a lakásszövetkezetnek a saját igazgatási költségét például nem kell megáfázni, hogyha ezt kiszámoljuk 27%-kal, akkor nem kevés pénzről van szó. Másodszorban pedig a kamerákkal kapcsolatos törvények, amik mostanában megjelentek, ezeknek a törvényeknek az indítatása az mind az Országos Szövetségtől indult el. A kérdés második részére talán azzal tudnék válaszolni, és ugye azért még visszatérve arra, hogy ezek a törvényelőkészítési munkák folyamatosak, ez a LOSZ-nak, az Országos Szövetségnek a éves munkatervében folyamatosan szerepel, most is van több javaslatunk, ami beterjesztés előtt van, és nyilvánvaló, hogy szeretnénk, hogyha ezekből lenne valami. A kérdés másik körére annyit szeretnék mondani, hogy hát amit Herceg úr is említett, hogy itt a látogatottság elég ér. Csináltunk egy statisztikát akkor, amikor a panelprogram zajlott, 14-15, sőt még 20%-os részvételek is voltak, akkor a tagokat konkrétan érdekelte az, hogy mi hogyan fog zajlani, mibe fog kerülni. Aztán, amikor lezajlódott a panelprogram, akkor egy érdeklődés egy kicsit visszaesett. Nyilvánvaló, hogy ez az alacsony látogatottsági létszám, ez két dologra vezethető vissza egyrészt. Tény és való, hogy rengeteg, nagyon nagy az érdektelenség. Tehát ők azt mondják, hogy a küszöbön belül az ő dolguk, azon kívül meg mindenki csináljon, amit akar, csak ne legyen drága. A másik dolog pedig az, hogy azért több fórumon keresztül igyekszünk a tagokhoz eljutni, intézőbizottságokon belül megtárgyaljuk az adott körzetnek a problémáját, és nyilvánvaló az intézőbizottságok tagoknak a feladata az, hogy továbbiakban ezek az információk a tagok felé eljussanak. Hát most például, ami rendkívül módon foglalkoztatja a tagokat, és hát őszintén megmondom, hogy minket is, a panelépületek elkerülték a 40 évet, és ez azt jelenti, ugye, hogy valamikor, amikor az épületeket átvettük, akkor azt mondták, hogy 40 éves élettartama van, utána le lesz bontva.
Hát hála Istennek ez nem történt meg, hiszen nem is tudnám elképzelni, hogy azt hogy lehetne megvalósítani. Viszont annyit tudok mondani, és a tagok részéről nagyon nagy érdeklődéset ad számot, megkezdődtek az épületeknek a roncsolásos, illetve roncsolásmentes statikai vizsgálatai, ugyanis kíváncsiak a szakemberek arra, hogy ezek az épületek mennyit fognak még kibírni. Az első eredmények nagyon biztatóak, nagyon jó állapotban vannak a panelok, és nyilvánvaló, hogy ezt tükrözi az is, hogy azért, akik vele foglalkoztak eddig, azért nem töltötték és az időt és a pénzt hiába. Innen fogjuk folytatni, elnézést. Van még egy telefonálunk most ismét a vonalban, Szabó Sándorné a Tolnai utcából. Üdvözlöm, ez itt a Köztér. Jó estét kívánok, és szeretettel üdvözlök én is mindenkit. Lenne az urakhoz egy kérdésem, az elnök úrhoz és a Farkas úrhoz, hogy a közösségi munka megbízottnak, hogy a hatáskörében szerepele az, már én úgy tudom, hogy nem, nekem is megvan, kinéztem az internetről, hogy a kamera felszerelésre adhat-e engedélyt, még ha áll kamera is. Köszönjük szépen, köszönjük szépen. Akkor megint egy konkrét kérdés. Akkor mit az előbb mondtam? Igen. Hát, a kameráról hát igen, szó. Hát szóval a kamerákkal tulajdonképpen az a helyzet, hogy ezt a kérdéskört megint két részre kell bontani. Vannak most már olyan lakásriasztó rendszerek, ahol a riasztó rendszernek az egyik kötelező tartozéka a kamera. Most nyilvánvaló, hogy azt annak a felszerelésénél nagyon körültekintően kell eljárni, hogy olyan személyeket, akik mondjuk a lépcsőházba közelkednek, azokat ne kerüljenek a látókörébe. Viszont az nagyon fontos, hogy akkor, amikor valaki a lakásba bepróbál hatolni, és oda kerül a ajtó közelébe, őről a viszont készítsen felvételt. Na most jelen esetet ismerve, hát én szerintem, aki a kamerát felszerelte, ő nem kérdezett meg senkit, hanem megbízta a szakembert is. Ráadásul álkamera van föltéve, tudomásom szerint, ami ugye azt a célt szolgálja, hogy egy kicsit a betörőket elriassza és távol tartsa. De az az igazság, hogy sajnos már olyan módszerek vannak, hogy purhabban lefújják a kamerát, vagy festékkel lefújják, és utána rendes kamerákkal se lehet semmire menni. És nekem nincs arról tudomásom, hogy itt a közösségi megbízott erre adott volna engedélyt, az illető lakó fogta is a lakását, mindenki próbálja meg úgy védeni, ahogy akarja. Érdekesnek tartom azt, hogy nagyon sokan hatalmas nagy rácsokat szerelnek az ajtóra. Ez is zavarhatja a szomszédot közlekedésbe. Közben jelezték a kollégáim, hogy volt egy telefonhívás, hogy csak letesztelték, hogy szűrik a telefonokat. Tehát nem szűrik a telefonokat, én ismét mondom mindenkinek, hogy nyugodtan telefonáljanak. Egy kérésem lenne, hogy a műsor ideje alatt hívják a 22-16-110-es telefonszámot, ez pedig pénteken este van, tehát hogy amikor az ismétlés van, akkor ne hívják, mert akkor nem tudjuk adásba kapcsolni önöket csak ebben a pillanatban. És amíg valaki a vonalban van, addig nem tudjuk kapcsolni, hiszen egy vonalunk van. No, akkor közösségi megbízottak, de itt még volt egy olyan kérdéskör, ami arról szólt, hogy milyen képzettségük van az embereknek, illetve a továbbképzés még az előző hát igen, annyit el szeretnék mondani, hogy a lakásszövetkezet minden alkalmazottja, az épületek és tisztségviselői közül is, hála Istennek egyre többen, mindenkinek megvan a társaságkezelő képzettsége. Most sokan azt hiszik, hogy hát ez egy olyan hatalmas nagy képzettség, hogy tulajdonképpen aki ezt elvégzi, a társasházkezelő tanfolyamot, az épület kezelésről, működtetésről, a lakókkal történő kapcsolattartásról egy rendszer szemléletet alakítanak ki az oktatók. Az a célja neki, ennek az oktatásnak, hogy az épület üzemeltetésével, fenntartásával és a lakókkal történő kapcsolattartások kapcsolatban mindenkinek legyen egy alapképzettsége. Nálunk ez mindenkinek megvan, az igazgatóság tagjainak is, és nyilvánvaló, hogy a mi célunk az, hogy ezek megtörténjenek. A kis úr talán arra célzott, hogy a polgármester úr tett egy ígéretet, hogy amennyiben lehetőség kínálkozik, akkor a város is anyagilag is segíteni azt, hogy akik tagokat is érdekel ez a dolog, hiszen jó magam is tanítottam ebbe a társasházkezelő képzésbe, és nagyon sok szövetkezeti tagunk részt vett, aki azóta se közös képviselő sem, hát csupán kíváncsi volt, érdeklődött rá, és nyilvánvaló, hogy én is csak buzdítani tudom a tagokat, hiszen ha valaki tudja azt, hogy mit hogyan kell kezdeni, másképpen ítéli meg már eleve a munkánkat is.
Köszönöm szépen. Hegedűs Éva van a vonalban. Üdvözlöm, ez itt a Köztér, várjuk a kérdését. Jó estét kívánok. Tulajdonképpen a kérdésemet én már föltettem a részközgyűlésünkön az elektromos hálózattal kapcsolatosan, hogy mikor és hogyan fogják felújítani, de igazándiból egy véleményt szeretnék elmondani. Én 43 éve már itt lakom a lakásszövetkezetnél, és 4 éve pedig figyelem, hogy milyen méltánytalanul támadják a szövetkezetet egy-két ember. És én vagyok az, aki elégedettségét fejezte ki a szövetkezet munkával kapcsolatban, mert akár a nyílászárók cseréje, vagy a fűtéskorszerűsítés, vagy a gázrendszer szabályozása, vagy mindegyiknél segítettek, a részletfizetési lehetőséget biztosított a szövetkezet. Amikor pedig elszámoltak velünk, és ha többe, vagy nem került annyiba, amennyi, akkor például visszautalták. Én ezt 4 évvel ezelőtt Nagy Zoltán Péternek, amikor Tórhegyére tűzte a szövetkezetet, meg is írtam, hogy dokumentálni tudom. Hozzáfűzöm, én semmilyen tisztséget nem töltöttem be, és nem is töltök a lakásszövetkezetnél. Csak egyszerű lakó vagyok, akit foglalkoztat a lakásszövetkezetnek a sorsa, és én minden közgyűlésen ott vagyok. És tájékozódni lehet, küldögyűlésen lehet, köszönöm. Választ kaphatunk. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen a hívását. Nos, itt a kérdésről, amiről szó van, a hölgy ezt a tagértekezleten is felvetette. Arról van szó, hogy az épületek elkerülték a 40 évet, az eredeti villamos terhelhetősége 16 amper volt az épületeknek, és sajnos ugye ez az idő túlhaladta már, hiszen egy lakásban most a EON is díjmentessel lehetőséget biztosít arra, hogy 32 amperos rendszert építsenek ki. Ennek a feltétele viszont az, és különösen itt a Dunaújvárosi házgyári panelokról beszélek, itt a pincében van a villamosmérő, és a villamosmérő, a mért vezeték egy kialakított kábelcsatornába jut fel a lakásokhoz. És tulajdonképpen tagértekezleten ezt szerettük volna elmagyarázni, hogy itt az fog történni, hogy ezt a felszálló vezetéket kell kicserélni 32 ampert elbíró vezetékre, mert a jelen pillanatban meglévő vezeték nem bír el annyit, és ők erre lettek volna kíváncsiak, hogy ezt hogyan készítjük, de sajnos vége szakadt a gyűlésnek. Tehát az van, hogy ezzel a dologgal foglalkozunk, jelen pillanatban várjuk az EON-tól az állásfoglalást, hogy milyen feltételek mellett tudjuk lebonyolítani. Csinálunk egy műszaki előkészítést és egy kalkulációt, és ahogy ott is ígértük, minden körzetbe, ahol érintettek, körülbelül 1600 lakást érintett a probléma, ott a lakógyűlést fogunk tartani, és el fogjuk mondani, hogy milyen feladat van, kinek mi lesz a dolga, és ez milyen változtatást fog hozni, hiszen sajnos igényként jelentkezik most már egyre több lakásba, hogy kérnék a 32 ampert. A háztartási gépek teljesítménye olyan alakult, hogy a 16 ampert már régen túlhaladtuk. Ez csak annyit szeretnék hozzáfőzni, mert több telefon kaptam már, hogy ez egy valóban egy kezdetleges dolog, tehát foglalkozunk vele, meg szeretnénk csinálni, de ez nem azt jelenti, hogy néhány hónapon belül. Az idén elkezdjük valószínű, de nagyon komoly előmunkát igényel. Több olyan dolog, olyan jogszabályt meg kell nézni, ami ennek a lehetőséget megadja. Tehát én arra kérem a tisztelt lakókat, hogy foglalkozunk vele, de nem azt jelenti, hogy a nyáron már meg tudjuk mondani, hogy mikor kell otthon lenni, és mikor fogjuk csinálni. És ezt kis lépcsőházonként meg fogjuk beszélni, azt is, hogy mennyibe kerül, azt is, hogy miben tudunk segíteni, és hogy fogjuk ezt megszervezni. Köszönöm szépen. Budai László a Radnóti térről van a vonalban. Üdvözlöm, ez itt a Köztér, várjuk a kérdését. Kedves Sokomi, estét kívánok, köszöntöm a nézőket is, és hát három dolgot szeretnék csak megjegyezni, amik elhangzottak. A Farkas úr és a Herceg úr részéről. A jó tag, a szövetkezet mi az, aki nem szól és mindent jóvá hagy, az rossz tag, aki valamit kérdez, vagy véleményt próbál formálni. Egyébként nem Budai László vagyok, hanem Budahegyi László, de hát ez a részletkérdés. A második pedig megemlítette a Farkas úr, hogy a
intézőbizottságnál a véleményt a tagok is formálhatnak. Hát nem tudom, hogy formálhatnak, amikor se ők nem mehetnek oda, se pedig a közösségi megbízott által, mert a közösségi megbízott nem kérdezi meg a tagokat, és a nagyon sok közösségi taghoz hiába is megyünk, nem is érdekli őket a tagok véleménye. A harmadik pedig csak az, hogy az a hölgy, aki betelefonált, hogy minden rendben van, azért, mert nem érdekli szerintem a szövetkezetnél lévő dolgok, mert ha kicsit is az ember benne él ebben a dolgokban, tudja, hogy nagyon sok mindennel nem mehet tisztába a tag, mert nem tájékoztatják, illetve nem úgy tájékoztatják, ahogy kéne. És például a parancsfelújtásnál is volt egy olyan dolog, amikor visszautalt a önkormányzat egy csomó pénzt, utána csak nem is tudom, talán 7-8 éve után tudtuk meg, hogy a önkormányzat visszautalta, és úgy kellett megkérdeznünk új dolgosan, és már az is gond volt, hogy megkérdeztük. Köszönöm szépen, ezt a három dolgot szerettem volna megemlíteni. Köszönöm szépen Budahegyi Lászlónak, a kollégáim figyelmét meg szeretném felhívni arra, hogy pontos neveket próbáljanak meg begyűjteni. Köszönöm nekik is. Nos, három témakör volt. Hát az a helyzet, hogy azért ezekben a Budahegyi László úr által elmondottakban azért van egy-két dolog, ami nem egészen így van. Ha valaki meg akar hallgatni valamit, az megkeresi a módját annak, hogy meghallgassa, hiszen az emberek túlnyomó többsége a szövetkezettel kapcsolatban is. Jó múltkorjában beszélgettem egy utcán találkozáskor szövetkezeti tagokkal, nagyon meglepett az, hogy mi mindenről tudtak, és tagértekezleten ott se voltak, hiszen a szövetkezet munkáját figyelemmel kísérik a közösségi megbízotton keresztül. Más kérdés az, hogy őt a közösségi megbízottat még sose kereste meg semmilyen problémájával. Jó, de azért volt egy küldött gyűlés, amin még a képviselő urak is, meg a hölgyek is hát az felháborodtak. De Herceg úrnak én tényleg köszönöm, mert én úgy látom, hogy ő elindított egyfajta ilyen pozitív kommunikációs változást. Na most a helyzet az, hogyha valamit nem akarunk meghallani, akkor azt sose fogjuk meghallani. Ha valamit pedig úgy állunk, hogy meg szeretnénk érteni, akkor ahhoz úgy kell hozzáállni. Én azt hiszem, hogy ő neki ez, amit például a panelfelújítási visszautalási pénzről mondott, ez azért nem fedi teljesen a valóságot, ugyanis a küldőgyűlésnél beleterjesztve, hogy melyik épület mennyit kapott vissza, és a határozat kivonatokat, hogy miről határozott a küldőgyűlés, minden szövetkezeti tag megkapta. Tehát ő is megkapta ezt, csak el kell olvasni. Az, hogy ő nem is akar kontaktust teremteni, teljesen mindegy, hogy most tagértekezleten is egy látványos hozzászólása volt neki, ami nagyon attraktív volt, de az az igazság, hogy amit mondott, az sajnos a másnap az irodába utána nézve az állítási után meg is sikerült cáfolni, tehát ő is az van, hogy megfagy, meg mennyit ráfizetett, és nem fűt, és aki nem fűt, az nem nyitja ki a csapot, annál nem lesz meleg, mert a csőrőfűtés ez már nem működik ezekben az épületekben. Hát nekem az a véleményem, hogy kommunikálni kellene neki is, és talán nem úgy, ahogy ő csinálja, mert én azért úgy vagyok vele, hogy a kollégáim is panaszkodnak rá, és jó pár emberre panaszkodnak, hogy elég csúnya hangnemek ütnek meg. Végül is mi azért mindenkinek rendelkezésre állunk, és hogyha számadatot kellene mondani, naponta 40-50 tagnak a problémáját megoldjuk. Köszönöm. Következő telefonálunk Posztül Józsefné. Üdvözlöm, ez itt a Köztér. Jó estét kívánok! Ismerős? Üdvözlök én is a tévénézőket, és a Farkas urat, és a Herceg urat is. Nem tudom, hogy a Farkas úr említette az előbb, hogy tartanak kapcsolatot a lakókkal, a küldöttek és a középképviselők. Én kérdezem, hogy hogyan, mi módon, mert mi ezt nem tapasztaljuk. Most is az történt, már tagértekezet is említettem, hogy abban a szélfogóban fel lett szerelve egy lámpa, ami egész éjjel világít. Ennek nem tudom, mi értelme van. Én tudom, hogy jönnek a hajléktalanok, én is felvetettem ezt már 2016 tagértekezletén, akkor se történt semmi, és meg se kérdezett bennünket a közös képviselő. Akkor most hogy van itt a tartás, a kapcsolattartás? Semmiről nem tudunk. Azt is akkor tudjuk meg, hogy 710 ezerbe kerül a villanyszerelés, amikor már itt vannak terelni. A gáz is akkor tudjuk meg, mikor már itt vannak. Akkor hol van itt kapcsolattartás? Arról nem is beszélve, hogy az is nagyon furcsa, hogy önök annyira harcolnak, tiltakoznak az igazokért idézőjelöltére.
nem tudják elviselni a kritikát, ha kérdezünk valamit a lakásszövegek működéséről, pláne ha pénzről van szó. Egyből támadnak, feljelentenek bennünket. Egy kicsit elgondolkoztató. Lehetséges, hogy mégiscsak valami nem stimmel? Mégiscsak valami nincs itt ebben, hogy ennyire harcolnak? Köszönöm. Köszönjük szépen. Nos, hát a főgond az, hogy a közösségi megbízottak kellene neki beszélni, mert az ott lakik a házba, és nyilvánvaló, hogy azt a lámpát, aki felszereltette, annak meg volt az oka rá. Na most itt a hölgy ezt már tagértekezleten is megtette, hogy villanyszerelésről beszélt. Nem villanyszerelésről van szó, villamossági szabványosításról van szó, ez kötelezően elő van nekünk írva. Túlélte a városba minden épület, sajnos nem olcsó mulatság. Tehát gyakorlatilag a katasztrófavédelmi törvény előírja, hogy a villamos rendszernek... Tehát ez egy ilyen kötelező dolog. Hát kötelező. Nekünk se tetszik, azt a pénzt annyi minden más okos dologra el tudnánk költeni, de sajnos meg kell csinálni, és a gázszabványosításnak is ugye most kerülnek az épületek a végére, amit szintén nagyon sokan kétségbe vonnak, hogy mi találtunk ki, nem találtuk ki. Le van írva, van egy törvény, és egyébként az igazsághoz hozzátartozik az, hogy a jó múltkorjában elnök úrral összeszámoltuk. 96 törvény és rendelkezés van, ami a mi mindennapos működésünkben nap mint nap ezekkel szembe találkozunk. És nekünk úgy kell lavírozni, hogy egyiket se sértsük meg, illetve a törvények se sértsenek meg minket. Tehát valahogy el kell nekünk ebbe a rengetegbe hajóznunk. Én is szeretnék néhány szót szólni ehhez. Azt azért tudni kell, hogy a közösségi megbízottakat nem mi választjuk. A tisztelt lakók választják. Az, hogy nem 100%-osan, ez is igaz. És az a baj, hogy megválasztják 70-80%-osan, és mindig kimaradt 2-3-4 fő, ő is ebben 2-3-4 fő van, aki nincs jó kapcsolva, jó viszonyban a közösségi megbízotta. De ugyanezt el tudom mondani a Budaházi úrról is. Most ezen én próbálok segíteni, de ez már két lakó, két főnek a kapcsolata, nem megértése. Ezt nagyon nehéz kezelni. Amikor panasz jött hozzám, nem is egy, jogosan, hogy a közösségi megbízott példa nem adtad az elszámolást, abban a pillanatban órákon belül ott volt, mert ebbe igazukban meg kell kapni. De egy ilyen esetekben, hogy azt mondják, hogy mert nem kérdezte meg, ez két dolog van. Valószínűleg azért nem kérdezi, mert úgyis tudja, hogy nemet mond. Vagy azért nem kérdezi meg, mert csak azt hiszi, hogy az ő szava, hogy érvényesüljön, azt akarja, hogy amit ő mond, az úgy legyen. Köszönöm. Rédi Jánosné van a vonalban. Üdvözlöm, ez itt a Köztér, várjuk a kérdését. Jó estét kívánok, és üdvözlök mindenkit. A Farkas Géla úrnak szeretnék feltenni egy kérdést. Az elszámolással kapcsolatban, hogy meg kell kapni a lakónak azt, ha kéri a közösségi megbízottól, vagy nem? Ezt a Dávid úr, elnézést, Herceg úr, ezt az imént megválaszolt, elnézést kérek, Herceg úr ezt az imént megválaszolt, hogy meg kell, hogy kapja, tehát, hogy igen, akkor jelezze a problémát, és akkor jó, ebben segíteni akkor fog. Mondanám a következő problémámat. Én az elnök urat már felhívtam telefonon, és meg is kaptam az elszámolást ő általa, és utána is kerestem a közösségi megbízottat. A napokban voltam benn a pénzügyön, amit megkaptam ott az elszámolást, de hiába mentem a közösségi megbízotthoz, azt mondta, ha ott lett volna a tagértekezleten, akkor tudnám most. Hát 44 éve itt lakom, el szoktam menni mindig a tagértekezletre, betegséged miatt én se tudtam ott lenni, de én úgy gondolom, hogy azért ő neki, ha már ezt a posztot elvállalta volna, azért tájékoztathatott volna, nem ezt a hangnemet megütni, és egy kedves ismerősöm két nap múlva jött, és ez megközli velem, hogy itt a lépcsőházban kérdezte, hogy a nagypofájú Répiné ott volt-e. Hát milyen megnyilvánulás, ezt kérdezem én. És hogyha tényleg úgy van, ha valamit mer kérdezni az ember, akkor az már nem jó. Hát de kihez fordulja? És minden esetben be kell mennem a szövetkezethez megkérdezni, ha valamire kíváncsi vagyok, mert itt semmiről tájékoztatás évek óta nem kapom. Ezt nagyon jól tudja a Farkas úr is, mert nem egyszer elmondtam neki. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
Köszönjük szépen, Réth Jánosnak. Ezzel csak egy dolgot szeretnék elmondani. A legnagyobb bajban ezzel az elszámolással én vagyok, ugyanis annak idején 3-4 évvel ezelőtt az igazgatóságtól én olyan utasítást kaptam, hogy a közösségi megbízottak kapják az elszámolást, és őtőle kérhetik el a lakók. Na most itt az az üzemzavar van ebbe az esetben is, hogy a közösségi megbízott nem viszi el, ergo a illető nem tudja megkapni, de ismerjük a hölgyet, egyébként bármikor bejön, akkor a gazdasági vezetőnő rögtön odaadja neki. Hát csak ugye kellemetlen az, hogy ő neki kell befáradni ezért. Hát nyilvánvaló, hogy ezzel itt a közösségi megbízottaknak a úgymond nevelésével majd, és az ővelük való foglalkozással még nagyon sok dolgunk problémák. Igen, ezt a Herceg úrról is beszéltük korábban is. Herceg úr is azon lóval bennünket, hogy mondjuk nekik, vitessük el velük, sőt annak idején, amikor megindult tavaly évben, a választások megvoltak, megegyeztünk a közösségi megbízottakkal, mindenki nyilatkozott, hogy kéri. És aki úgy, ott van, akinek interneten küldjük el, van, aki bejön érte személyesen, na most, ha nem jön be érte személyesen, erről mi nem tehetünk, de azért igyekszünk azon lenni, hogy ez mindenkinek a megelégedésére meg tudjuk oldani. Ezzel kapcsolatosan most a legutóbbi igazgatóságülésen én kértem, hogy a következő igazgatóságülésen, tehát ami 2 hét múlva ez, napi rendi pontként fog szerepelni ez a zárszámolásnak a kiadása. Egyrészt azért, hogy kötelező közösségi megbízottnak elvinni, és aki kér, oda kell adni, és itt felmerült az is, hogy odaadni, vagy elviheti, vagy meddig lehet nála. Mert ugye ez is közösségi megbízottra volt bízva, hogy odaadta, és akkor egy óromra visszakérte, vagy csak elolvashatta, vagy egy hét múlva kérte vissza. Tehát ebbe az igazgatóság dönteni fog. Az én véleményem az, hogy adjuk oda, és legyen az övé. Köszönöm. Komjáti Mária van a vonalban, üdvözlöm, ez itt a Köztér. Várjuk a kérdését, véleményét, észrevételét. Kívánok, Komjáti Mária vagyok. Én nem kérdést teszek fel, csak itt hallgattam ezeket a dolgokat. Azért annyit el kell mondani, hogy az érdektelenségből a mi házunkból 2 voltak a közgyűlésen. 2. Tagértekezleten. A 66-ból. Úgyhogy én annyit tudok mondani, hogy 44 éve itt lakom, 27 éve vagyok közösségi megbízott, de semmi különösebb problémám nincs a lakásszövetkezettel. Nem azt mondom, hogy minden lakkos szép, de mindent el tudunk intézni, ha elsőre nem másodszorra, és mindent meg tudok csináltatni ebbe a házba a lakásszövetkezettel. Úgyhogy én csak annyit tudok mondani, hogy nem vagyok kötekedő, nem vagyunk piszkálódók, és igenis elégedettek vagyunk a lakásszövetkezetnek a segítőkészségével és a hozzáállásával. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és én is elmondta. Most már annyiszor hangzott el ez, ugye a közgyűlés, küldőgyűlés, a fogalmakat én azért úgy tapasztalom itt a telefonokból, hogy ezeket azért nem mindenki ért és érzi. Tagértekezletek időszaka volt most, ezt követi majd a küldöttgyűlés, ugye? Így igaz. Tehát most a tagértekezletről beszéltek itt többen is, és közgyűlőkkel verték. Küldöttgyűlés várhatóan április 27-én lesz, de ezt nyilván előtte, ahogy szabályban le van írva, mindenki meg fogja kapni. Tehát aki tag részt akar venni, ott részt fog tudni venni április 27-én. És akkor ott a tagértekezleteken elhangzott témákról fognak majd tárgyalni, tanácskozni, vagy ilyenkor hogy néz ki, hogy ugye... A küldőgyűlésnek ugye megvan, hogy milyen napi rendeket kell, ugye az éves beszámolás, a jövő év, ez évi tervek, a különböző javaslatoknak az elfogadása. Ebbe is most a taggyűlésen elmondtuk, hogy a tagoknak, ha olyan dolgok eszébe jut, amin szeretnének változtatni, szeretnék, hogy bele legyen az alapszabályba, azt akkor tegyék meg, adják be, mert az igazgatóság ezt is tárgyalni fogja. Annyit még, hogy elmondom, hogy mi a legnagyobb gond. Az a legnagyobb gond, hogy a lakásoknak a túlnyomó részében nem a tulajdonos lakik, hanem lakáshasználó vagy lakásbérlő. És ők ugye nem rendelkeznek olyan jogosítványal, mint a szövetkezeti tagok,
természetesen tagértekezletre, a lépcsőházba hívjuk össze, oda se jönnek el, mert hát ők bérlik a lakást, kifizetik a tulajdonosnak a lakbért, és innentől kezdve nem foglalkoznak vele. Van olyan épületünk, hogy a 30 lakásból nem tudjuk a határozat képességet, nem tudnánk összeszedni, ha levélrel nem keresnénk fel a tulajdonost, mert a 30 lakásból 11-en laknak benne, és még az 50% sincs meg. Ez érdekes, de sajnos ugye Fehérváron most már mindenki tudja, hogy a lakásbérleti díjak hol tartanak, és mindenki, aki valahova elköltözött, lakást nem adta el, és nyilvánvalóan nem a tulajdonos lakik benne. Ez egyébként nagyon megnehezíti a munkánkat, mert valami felszereléshez kell a lakossági szavazás, postán kell tértébevénnyel kiküldeni a tulajdonosnak, hogy szavazzon le, és jöjjön vissza a szavazólap, és tudjunk dolgozni vele. Köszönöm szépen. Bérces Valéria van a vonalban, aki fűtéssel kapcsolatban szeretne kérdést felvenni, hogyha jól tudom. Igen. Üdvözlöm, jó estét kívánok. Jó estét kívánok. Azt szeretném csak megkérdezni, nem tudom, hogy az előbb jól értettem, hogy a Farkas úr mikor válaszolt a fiatal embernek, hogy csőfűtés már nem létezik, vagy valami ilyesmi kérdés volt. Igen. Igen? Vagy válasz volt, hogy nem működik. Hát mert az a helyzet, hogy a radiátorral kell a lakásba fűteni, nem a csővel. És ezt írja nekem elő? Hát azt nem írja elő senki, csak az a helyzet, hogy a fűtési rendszerek úgy vannak kialakítva, ha nincs a radiátorok által hőelvétel, akkor a strangot leállítja egy automata szelep, de nem az önök épülettípusáról van itt szó. Nem, ez kétcsöves fűtés van önöknél, ez teljesen más, itt az egycsöves fűtéses lakásokról beszélünk. Az egycsöves fűtéses lakásokban vastag csövek vannak, amik egyébként, hogyha úgy van, azért fűtik a lakást. Igen, ha úgy van. Most nem panaszkodunk az idén, de viszont mindig reklamálnunk kell azért, hogy kapjunk rendes meleget, mert azt mondják mindig a tápfőnél, hogy a farkasuréknak szóljunk, mert önök mondják meg, hogy hány fokos vízzel fűtsenek. Most már ennek szeretnék a végére járni, már jó lenne tudni, hogy tényleg ebben mi az igazság. Ebben az az igazság, hogy a Szépfő RT-nél, a távhőszolgáltatónál van egy fűtési görbe, megvan, hogy milyen külső hőmérsékletnél és milyen szélerőségnél milyen előre menő meleg vizet küldenek. A lakosság ebbe beleszólhat, nyilvánvaló, hogyha többet akarnak, akkor minden további nélkül meg lehet a fűtési hőmérsékletet emelni, az előre menő víz hőmérsékletét, de azt tudni kell, hogy ez plusz többletkiadásba kerül. Tehát mi, hát azt nyilvánvaló, ezzel mindenki így van. Vannak bizonyos időszakok, és akkor van a legnagyobb baj, amikor a napi hőmérséklet, nappal a hőmérséklet fölmegy 10-12 fok fölé, mert 12 fok fölött már olyan előre menő meleg vizet produkál a rendszer, amit nem is érezni a radiátoron. Igen, és még egyet akkor szeretnék mondani, hogy nagyon szeretnénk, hogyha mi lakók dönthetnénk el azt, hogy milyen vízzel fűtsenek, tulajdonképpen a számlát mi fizetjük, és akkor tegyen meg annyit a lépcsőház bizalmi, hogy kérdezze meg a lakókat, mert most is nagyon jó volt a fűtés, és nem fizettünk semmivel többet, mint tavaly, amikor jéghidegek voltak a csövek. De hát elvileg szerintem ezt meg is kéne, hogy tegye, de nem vagyok annyira járatos ebben. Igen, a kérdésben. Igen, erre válaszolok, hogy válaszolt. Ez a másik kulcskérdés az előbbi az elmondott, tehát a lépcsőház közösségi megbízottnak ez a másik olyan feladata, hogy igen, gyűjtse össze, ő szóljon a Farkas úrnak, és akkor ő tudja valóval a Szőpő RT fele azt mondani, hogy emeljék meg, vagy ne emeljék meg. Mert az, hogy egy lépcsőház 15 fős, 5 akarja, 10 nem akarja, akkor az teljesen más. Tehát ez a másik, amivel foglalkozni fogunk, hogy a közösségi megbízottnak ez egy feladata. Köszönjük igen, szépen. Mi hadd döntjük el, lakók, hogy van, mi hogyan szeretnénk a fűtés, ne a szövetkezet szóljon bele. Köszönöm szépen a hívását. Eddig se szólt bele a szövetkezet, hanem nem végezte a közössége megbízott a feladatát. Köszönöm szépen. Hát én azt gondolom, hogy még holnapig is itt tudnánk ülni, mert annyi témát nem sikerült megbeszélnünk. Én talán megígérhetjük azt, hogy hamarosan visszatérünk és folytatni fogjuk még, hiszen tényleg rengeteg téma merült még föl, de a műsoridőnk sajnos véges. Köszönöm szépen. Bármikor tetszik szólni, én nagyon szívesen eljövök. Nekem 3922 ember fejével kell gondolkodni, annyi a tagság, tehát én igyekszek továbbra is a többséget is ezt a 3922 embert képviselni. Köszönöm szépen, köszönjük szépen mi is.
nézőinknek pedig megköszönöm a figyelmüket, ez volt a Köztér. Én néhány hét múlva megpróbálok visszatérni, akkor a elnök úrra és ügyvezető úrral köszönöm, hogy velünk tartottak, tegyenek így máskor is, viszontlátásra.